Köszöntöm nézőinket, ismerős arc szemben velem a székben, és hát egy képviselő hölgy, és mint oly sokszor ma is be fogjuk bizonyítani, hogy a képviselő is csak ember. Szerencsés esetben vagyok, dr. Hák Évát köszönthetem. Éva az egyik legfiatalabb tagja a képviselő testületnek, és hát én azt hiszem, hogy talán a legtitokzatosabb személy is eddig, hiszen Éváról nem sokat tudunk, de most remélem, hogy minden kiderül. Éva, itt mindig az egészen pici kortól indulunk, a gyerekkort boncolgatjuk. Én, ha jól tudom, akkor ezek az évek téged Pakshoz kötnek. Köszöntöm én is a kedves nézőket. Igen, ez így van, én Pakson születtem. Pakson is jártam általános iskolába, majd pedig gimnáziumba is. Az én születésemről talán csak annyit, hogy én egy idézőjelben kései gyerek vagyok, úgyhogy ez meghatározza a szüleimhez a viszonyomat is. Nagyon kötődöm hozzájuk, úgyhogy ezért is maradtam Pakson lakosként. De hát most már a munkám 8 éve ide köt, Szekszárdhoz, de azért oda járok haza. És hát ez, hogy késői születés, ez érdekes, mert a mai értelemben ez már nem olyan késői dolog. Az édesanyám 37 éves volt, amikor én születtem, csak azért érdekes, mert egy nővérem van, aki 18 évvel idősebb nálam, és hát ez egy ilyen fura viszonyokat teremtett a családon belül, úgyhogy a testvéreim a nővéremnek a gyerekei magyarán, mert ők vannak közel hozzám korban. És hát a Vakbottyán gimnáziumban, mivel az az egy középiskola volt annak idején, Pakson oda jártam, ott érettségiztem, aztán pedig elkerültem Szegedre a jogi egyetemre. Éva, ez a különös gyerekkor, mondhatom így, hiszen tényleg nem gyakori, azt mondják, hogy ha már 5 éven felül van a testvérek között a körkülönbség, már sokan azt is soknak tartják. Ezt te hogy élted meg, hogy érezted? Hátrány, nem hátrány, vagy abszolút egyszerűen élted a gyerekkor mindennapjait, és nem foglalkoztál ezzel? Én nekem nagyon szép gyerekkorom volt, én szerettem gyereknek lenni, és hát végül is két anyukám volt. Nagyon sokan azt is hitték, még a mai napig is nagyon sokan azt hiszik, hogy én a nővéremnek vagyok a lánya. Úgyhogy nagyon sokat nevettünk is ezen. Nem okozott semmiféle problémát ez nekem. Most már a szüleim idősek, és hát tulajdonképpen talán most kezdem érezni azt, hogy többet aggódom miattuk. Hát azért az velem egykorúaknak a szüleik jóval fiatalabbak. De nagyon jól viszonyunk, és elég jól megértjük egymást a nagy korkülönbség ellenére is. A Vakbottyán gimnáziumot említetted, ezek az évek hogy maradtak meg benned, az első igazi diák évek mit hoztak? Gimnáziumba járni szerettem, szerintem ez tipikus, mert ugye ott jó társaság van, barátok, és hát jó programok, de a tanulás, az úgy emlékszem rá, hogy nagyon kemény volt. Ez érdekes, mert hogyha így visszagondolok, akkor mindig az jön fel bennem, hogy a gimnáziumban nagyon sokat kellett tanulni, és az egyetem ahhoz képest semmi se volt, és ezen mindenki csodálkozik, hogy ez miért lehetett így. Azt hiszem, hogy elég jól megalapoztam én a tudást ahhoz, hogy aztán az egyetemen már viszonylag lazán tudtam venni az akadályokat, úgyhogy én azt lehet mondani, hogy sokat tanultam. És azért a középiskolában, még elsőben jártam zeneiskolába is, ugye 9 évig, és hát az általános iskolában az nagyon meghatározta a mindennapjaimat, nekem hetente 4 alkalommal volt zeneiskolában programom, ugye szolfézs, és én klasszikus gitáron tanultam, és hát éppen ezért hagytam abba a középiskolában a gitározást, mert hogy úgy éreztem, hogy most döntenem kell. Az első döntés az 8. után volt, hogy akkor elmenjek a zeneművészeti szakközépiskolába. Nagyon kapacitáltak a zeneiskolában erre. Tehetséges voltál. Hát minden valószínűséggel, hogy ezért gondolták, hogy jó lenne, hogyha ezen a pályán mennék, és folytatnám. De aztán úgy döntöttem, hogy ez talán megmaradhat egy második dolognak, egy kikapcsolódásnak, de nem ez, ami igazán nekem való, úgyhogy aztán ezt abba is hagytam, és nagyon sokan mérgesek is emiatt rám, hogy gyakorlatilag, amikor abba hagytam a tanulmányaimat, akkor letettem a gitárt, és azóta nem gitároztam, és ezt én magam is bánom, mert biztos, hogy nagyon jó lenne kikapcsolna, de ez nagyon sok idő volt, mert kiesett. Jogi pályára mentél, ezt már mondtad, Szegeden tanultál a jogi egyetemen. Ezt a döntést mennyire te magad hoztad meg, vagy mennyire a körülmények, vagy éppen esetleg szülők, testvérek befolyásoltak? Én első generációs értelmiségi vagyok, és hát ez azt jelenti nálunk, hogy nagyon egyszerű parasztcsalád a miénk. Viszont volt egy
apukának egy nagybátyja, akit tanítattak. És ő először pap szeretett volna lenni, aztán még végül is jogi egyetemet végzett, és ő mindig mondta nekem, hogy hát itt van a lehetőség, azért most már nem úgy vagyunk, mint régen, hogy gazdálkodni kell, meg hát azért neked ilyennel nem kell foglalkozni, menjél jogra. És gyakorlatilag onnan kezdve kezdtem el érdeklődni a pálya iránt, és Szeged az pedig úgy jött, hogy egyszerűen szerelmes vagyok a városba. Hát annyira gyönyörű, hogy Pécs is szép, de nekem Szeged a szívem csücske. Úgyhogy ezért vállaltam azt a hosszú utat is, minden héten utaztam 3,5 órát, ugye ez csak az oda út, tehát elég kemény volt, de vállaltam, és nem bántam meg. Mondod, hogy az egyetem az már egy könnyű akadály volt számodra, akkor ezek szerint az egyetemi évek alatt sok idő jutott a szórakozásra, az egyéb másra. Mi maradt meg ebből az időszakból egyáltalán ezek az egyetemi évek, amik én azt hiszem, hogy hát életünk legszebb évei, főiskola, ugye egyetem, ez mit hozott, hogyan érezted magad? Ez így van, nagyon szép emlékek kötnek engem Szegedhez, és nagyon mély barátságokat kötöttem. Az igazi barátnőim is onnan származnak. Az ország különböző részén lakunk természetesen, de ez nagyon-nagyon nagy barátság. 4 vagyunk barátnők, és szinte elválaszthatatlanok, és ez nagyon jó. Mindent együtt csináltunk, nagyon sok fele mentünk, főleg kulturális programokra jártunk, ugye ott van színház, hangversenyek, de hát a bulizások sem maradtak ki. Úgyhogy nagyon tartalmas volt ez az időszak, és hát amikor kellett, akkor tanultunk, mert azért ez volt az elsődleges cél. Úgyhogy a mai napig nosztalgiával gondolok vissza erre az időszakra. Az milyen érzés volt, amikor befejeződött az egyetem, és hát ugye utána kikerültél a nagybetűs életbe, ez a pálya, azt hiszem, nem könnyű pálya a maga szépségeivel és buktatóival. Ez egy nagyon érdekes dolog, azt tapasztalom, hogy amikor kikerülnek a főiskoláról, illetve az egyetemekről a diákok, akkor tulajdonképpen azt sem tudják, hogy most mi lesz igazából. És én is így voltam, hiszen semmi gyakorlati tapasztalatom nem volt. Nem tudtam, hogy működik ez a dolog a gyakorlatban. És hát teljesen egy űr volt, hogy most mi lesz velünk. És hát akkor én nekem az elsődleges célom az volt, hogy a szakvizsgát megszerezzem, méghozzá jó eredménnyel, hiszen ez alapozza meg a későbbiekben majd a tudást. És én jelentkeztem a bíróságra, fogalmazó szerettem volna lenni. De hát nagyon sokan jelentkeztek, és bíztattak, hogy majd lehetőség lesz rá. De én közben körülnéztem, érdeklődtem, és hát végül is ügyvédi irodába mentem, ügyvédjelöltnek. És ezt sem bántam meg, mert ez egy nagyon érdekes és sokrétű tevékenységet ad az embernek, és hát nagyon változatos. Úgyhogy nekem ez tetszik, mozgalmas, ugye vannak tárgyalások, ügyfelek jönnek, különböző ügyekkel foglalkozunk, és hát nagyon fontos az, és számomra ez lényeges volt a jogi pálya választásánál is, hogy emberekkel vagyunk kapcsolatban. És én ezt nagyon szeretem, és érdekes, hogy sokszor teljesen indokolatlanul is feltárják előttem a legbelsőbb titkaikat. Ez néha teherés, de megtiszteltetésnek veszem. Milyen ügyekkel foglalkozol elsősorban? Mi a szakterületed? Hát úgy tudnám röviden összefoglalni, hogy a büntető ügyeken kívül minden. A büntető ügyeket azokat nem szívesen vállalom, nem is szeretem. Ez azért is érdekes, mert az egyetemen viszont a büntető jogot szerettem nagyon. És aztán rájöttem, hogy a gyakorlatban ez azért nem olyan szép, meg nem olyan érdekes, meg esetleg nem mindig tudom erkölcsileg felvállalni azt a védőszerepet, amit ugye nekem szánna a jogszabály, és ezért úgy döntöttem, hogy inkább polgári, gazdasági, családjogi ügyekkel foglalkozom, munkaügyi pereket is vállalok. Éva, tehát azért azt hiszem, hogy egy tárgyalóterem, ez az egész atmoszféra, ami tulajdonképpen az ügyvédséggel, vagy egyáltalán a talárt viselő emberrel jár, az nagyon erősen hat, mint mindenki másnak ugye a munkája valamilyen szinten a személyiségre. Te egy határozott egyéniség vagy, egy céltudatos nő, aki mindig tudja, hogy mit akar, tulajdonképpen az, hogy te mindig ennyire eltervezve készültél, és tudtad azt, hogy mit szeretnél lenni, ez már mutatja, hogy benned ez mindig megvolt. Vagy lehet azt mondani, hogy amikor kikerültél, igenis ez a helyzet, hogy emberek, ügyfelek, és amit elmondtál, ez azért formálta a személyiségedet.
Az én alaptermészetem az alkalmassá tette erre a pályára, de azért ez nem ilyen egyszerű. Ugye gyerekkorom óta, és ez nem azt jelenti, hogy elkényeztettek, de azért megengedtek nekem sok mindent. Igen. És hát amit én elterveztem, az általában úgy is volt, véghez tudtam vinni az akaratomat, és ez a későbbiekben is megmaradt, igen, céltudatos voltam, és vagyok is. Tehát én eleve eltervezem azt, hogy mit szeretnék, és elviszem a végsőkig, addig, amíg meg nem valósítom ezt a dolgot. És ez bizony nagyon határozott fellépést igényel. De nő vagyok. Tehát azért belül megmaradtam annak az érzékeny nőnek. A helyzet adja, hogy éppen hogy kell viselkedni, hogy kell bizonyos helyzeteket megoldani. A magánéletben már kevésbé vagyok ilyen határozott. Magánélet, ugye, hát tanulás, jogi pálya, nem könnyű egyik sem, itt van a képviselőség is, erről majd még fogunk beszélgetni, de hát azért ugye itt voltak egyetemi évek, a szép diákévek, hogyan alakult a magánélet a karrier mellett? Hát ezen gondolkoztam, amikor a felkérést kaptam, hogy jöjjek el erre a beszélgetésre, hogy vajon mit tudok én a magánéletemről mondani, mert gyakorlatilag jelenleg nincsen. Ez azt jelenti, hogy reggel eljövök dolgozni, és este hazamegyek. Most ez reggel 8-tól este 8-ig tulajdonképpen kitölti az időmet, és hazamegyek, és akkor már tényleg igazából nincs semmire idő. A szabadidőmmel kapcsolatban is ugyanez a dolog, tehát a hétvégén talán az, amikor van idő egy kicsit kikapcsolódni, akkor meglátogatom a szüleimet, tehát ilyen családi programok esetleg. Nem igazán van időm magánéletre. Azt hiszem, hogy ez nem olyan nagy titok, hogyha azt mondom, hogy egyedül élek. És talán az sem, hogy nem mindig volt ez így, de ez az elfoglaltság, ez ide vezetett. Intőjel is lehet, igen, esetleg. Igen. A későbbiekben azt gondolom, hogy már másképp fogom csinálni, és másképp is csinálnám. Ez nem azt jelenti, hogy a munkám rovására kell, hogy menjen, de az arányokat megfelelően kell eltalálni. Lehet azt mondani, hogy eddig, mivel hát fiatal vagy, erősebb volt a karrier iránti vágy, az, hogy ez a része rendben legyen a dolognak, és manapság, valljuk be, nagyon sok ilyen vád éri a nőket, hogy inkább erre koncentrálnak, mint az, hogy a másik oldal rendben legyen. Igen, manapság nagy divat szinglinek lenni, és hát most gyakorlatilag én is szingli vagyok, de ez nem annyira jó. Én szerintem. Tehát amikor az ember kikerül az egyetemről, persze, hogy az a célja, hogy ő megteremtse a jövőjét és a karrierjét megalapozza, nekem is ez volt. De ahogy így múlik az idő, ugye egyre inkább a család iránti, utáni vágy az egyre erősebb, és ez szerintem természetes dolog. Úgyhogy úgy gondolom, hogy ez félig ilyen reklámfogás, hogy milyen jó egyedül élni, nem jó. És én azt mondom mindenkinek, hogy figyeljen többet a magánéletére és a társára, mert hosszú távon biztos, hogy az fog kamatozni. A képviselőség ugye az, ami tulajdonképpen még a munkád mellett a másodállásod, vagy nem tudom, hogy fogalmazzak. Éva, hogy jött ez a gondolat, hogy te a politika színterére lépj? Hát ez szintén a szüleimhez kötődik, édesapám ugyanis nagyon nagy amatőr politikus, hogy úgy mondjam. Gyerekkorom óta állandóan politizáltunk, és én ebben nőttem fel, mindent megvitatunk a mai napig. Tehát ő neki mindenről határozott elképzelése van, véleménye, és ő vezetett erre az útra, erre az irányra is, politikai irányba. És ez nekem nagyon meghatározó élmény volt. Érdekel a közélet, érdekel a politika, és hát nagy bátorság volt tőlem, de végül is belevágtam, és úgy gondolom, hogy jó ez nekem, hogy ilyen egyszerűen mondjam. Tehát azt gondolom, hogy talán hasznára tudok lenni a közösségnek, talán valamiben tudok segíteni, legalábbis megpróbálok. Az, hogy szexárdér dolgozol és állsz ki, az annak köszönhető tulajdonképpen, hogy hát minden, tehát most a gyökerektől eltekintve minden más ide köt, gondolom én. Igen, ez így van, 8 éve kezdtem el szexárdon dolgozni, tehát gyakorlatilag a felnőtt létem az abszolút ide köt, és hát ahogy mondtam, reggeltől estig itt vagyok, minden dolog, probléma, ami a közélettel kapcsolatosan felmerülhet, a szexárdi probléma. Én Paksról igazából nem tudok semmit. Én oda azért megyek, mert ott vannak a szüleim,
és ott van a családom, itt viszont élem a magam életét, és foglalkozom azzal, amivel szeretek. Hogy érzed, ugye a képviselő testület azért most egy része kicserélődött, vannak régi tagok, új tagok, hogyan fogadtak téged, egy fiatal, csinos hölgy, mennyire volt nehéz beilleszkedni, esetleg felvenni ezt a lépést, amit hát ugye ez a munka diktál? Én azt gondolom, hogy nem volt ezzel probléma, elfogadtak, elfogadnak, más frakcióbeli képviselőtársaim is, és a saját frakcióm is. A saját frakciómban is egyedül vagyok nő, de azt hiszem, hogy viccesen szokták mondani, hogy fiúsítva vagyok, tehát nincs ebből probléma, mindent meg tudunk beszélni, egyenrangúként kezelnek, úgyhogy teljesen jó az ezzel kapcsolatos véleményem is. Éva, hogyan képzeljünk el téged akkor, amikor pihensz, kikapcsolsz, persze, hogyha van mindenre idő? Hát, ha véletlenül van idő arra, hogy kikapcsoljak, akkor nagyon szeretek olvasni. Most én olyan olvasó vagyok, hogy ilyen kampányszerűen, és akkor mindent és egyszerre. Ezért is nehéz ez nekem, tehát a munka mellett én nem tudok olvasni. Ez szégyen, ide vagy oda, ez így van. Hát gondolom teljesen más típusú azok a típusúak azok a papírok, amiket te olvasol. Igen, sokszor úgy vagyok vele, hogy este már betűt sem szeretnék látni, de nem is ez a gond, hanem hogyha én elkezdek egy könyvet, akkor én azt olvasom. És akkor mindenki hagyjon békén. Na most ez azért a munkámban akadályozna, ezért bele sem kezdek. Inkább szabadság idején szoktam, és akkor én felveszem a könyvet, és amikor befejeztem, akkor lerakom. Tehát én akkor benne élek, és akkor minden gondolatom ekkörül. Én nagyon szeretem a festőknek az életrajzát. És kedvenc festő esetleg? Kedvenc festőm Van Gogh, de a többieket is nagyon szeretem, az impresszionistákat különösen, és amikor így olvasom az életrajzukat, akkor utána szoktam nézni, tehát ugye festményeiket megnézem, tehát ez egy nagyon érdekes ilyen kis kutató munka is, és akkor összekötöm a regényt a valósággal, és ez teljesen, tehát mint egy mesevilág olyan nekem, úgyhogy nagyon szeretem, csak ehhez tényleg több idő kell. Mi az, ami még esetleg a hobbi, az érdeklődés körébe tartozik? Nagyon szeretem a színházat, de szintén ritkán van rá lehetőség, és ilyenkor nyáron ugye koncentráltam, van erre lehetőség Kapolcson, és ide most már több éve visszajáró vendég vagyok, barátokkal szoktunk elmenni, és az nekem nagyon nagy feltöltődés. 3-4 napot ott vagyunk, nagyon nagy szabadság, sátorban szoktunk ilyenkor lakni, az udvaron szoktunk fürödni hideg vízzel, és hát rettenetes sok kulturális program, úgyhogy ez nekem egész évre egy olyan feltöltést ad, hogy ami ilyen alkalomszerű színházi látogatással azt hiszem nem is lehetne pótolni. Mi volt eddig mondjuk a legnagyobb élménye, ami a színházhoz kötődik, ami úgy tényleg igazán átütött, és talán tényleg egy életre szóló élményt adott? Hát mivel ez most a legutolsó színház élményem, ezt mondom, nagyon sokan voltak itt Szekszárdon, és hát megosztja a közönséget, ez a Vagina Monológok című darab volt, nekem nagyon tetszett, hatalmas színészi alakításokkal, és egyébként is szeretem őket, akik szerepeltek ebben a műben, és olvastam is, érdekes, érdekes mű. Ez már valamiféle modern, más. Igen, ez egy teljesen modern dolog, nem azt jelenti, hogy a klasszikus darabokat nem szeretem, de talán az újdonság miatt is említettem ezt a darabot. Éva, mik a célok, mik a tervek? Tehát azért most ugye itt említettük már, hogy lehet azt mondani, hogy a karrier része az életednek az rendben van. Mi az, ami még szerinted rád vár? Hát még nagyon sok minden, de ami a céltudatosságnak köszönhetően már kitűzött és elérendő? Hát nekem vannak a politikával kapcsolatosan titkos álmaim, erről nem is szívesen beszélnék, de mindenféleképpen szeretnék a politikai életben részt venni a későbbiekben is. És hát talán e következtében, vagy ehhez kapcsolódóan talán változna is majd a munkám. De hát ez annyira távoli terv még. Szeretek ügyvédkedni, úgyhogy nem feltétlenül akarom ezt abba hagyni, de lehet, hogy egy rövid időre esetleg kipróbálnék valami más területet is. De mindenféleképpen a szakmához igazodóan. Mégis mi ez a terület? Hát politikához kötődne. Tehát úgy gondolom, hogy talán alkalmas lennék arra, hogy megmérettessem magam magasabb fórumokon is. Meglátjuk.
Mit szóltak ahhoz a környezetedben, akár a barátok, vagy akár a szülők, amikor te azt mondtad, hogy jó, ügyvéd vagyok, teszem a dolgom, de én most kipróbálom a politikát is, és ahogy hallottuk, határozott elképzelésekkel nem próbáltak óvni, lebeszélni, vagy inkább támogattak. Mint ahogy mondtam, édesapámmal megszoktuk ezeket a dolgokat beszélni, ő megpróbált lebeszélni erről. Milyen azt érdekes. Mondta, hogy igen, azt mondta, hogy otthon jó, vitatkozzunk, meg ütköztessük a véleményünket, de nem biztos, hogy nekem ezt nőként fel kellene vállalnom. És azért gondolkozzam el azon, hogy támadási felület lehet az, hogy nő vagyok, talán könnyebben kikezdenek idézőjelben, megtalálják mindig a módját annak, hogy lehet embereket bántani. De én azt gondolom, hogy nincs nekem mitől félni. Tehát nem hiszem, hogy okot adtam bárkinek is arra, hogy engem bántson, és amíg ez így van, addig úgy gondolom, hogy bátran felvállalhatom ezt a szerepet. A barátaim közül pedig az egyik legjobb barátnőm szintén helyi képviselő. Együtt indultunk a választásokon, és egymást erősítve mai napig is próbálunk egymásnak segíteni, úgyhogy teljes megértésre talált ez a szándékom. Nem is értek akkor ezek szerint kis piszkálódások, kis bántások. Ez olyan természetes manapság sajnos, és sokan elmondták itt, hogy bizony nagyon sok csalódás is érte már őket e pálya kapcsán, hogy sokszor az, aki úgy tűnt, hogy barát, később kiderült, hogy nem is igazán jót akar. Felesleges, értelmetlen bántások is érik olykor az embert. Nem tudom, hogy neked ilyenekkel meg kellett-e küzdeni. Szerencsére nem találkoztam eddig még ilyennel, nincs ilyen rossz tapasztalatom, és most ezzel nem akarom felhívni senkinek a figyelmet arra, hogy itt a lehetőség. Azt hiszem, hogy nincs tényleg erre senkinek oka, hogy bármilyen témában kikezdjen engem, és hát végül is azt gondolom, hogy attól, hogy nő vagyok, nem hiszem, hogy nagyobb oka lenne bárkinek arra, hogy most engem bántson. Tehát én teljesen jól kijövök a képviselőtársaimmal is, és remélem, hogy a későbbiekben is így lesz. Megpróbálom úgy élni meg ezt a dolgot, ahogy kell, és nem összekeverni a magánéletet a hivatással, a politikával, mert azt gondolom, hogy ez így helyes. Vannak-e olyan dolgok, amiken változtatni szeretnél, amire azt mondod, hogy hát ez már így nem. Itt azért már utaltál egy-két dologra, de egy magaddal kapcsolatban, amit le kell gyűrni, és ezt meg kell változtatni. Tehát így a magánéletre gondolsz, hogy... Személyiség. Uh-huh. De éppen az is lehet egy változási terület, hogy mondjuk itt szexárdon, akár a politikában mi az, amit te eltökélt szándékod, hogy véghez viszel. Hát... Többrétű a kérdés. Igen, összetett. A személyiségem az én úgy gondolom, hogy körülbelül mostanára élet meg. Mindig azt gondolja az ember, hogy ő már nem változik. És amikor ugyan tetre készen kijövünk az egyetemről, főiskoláról, akkor meg végképp, hogy na hát én aztán most mindent tudok és mindent akarok. És úgy gondolom, hogy nekem ez a 8 év kellett ahhoz, hogy kiforjon a személyiségem. És azt gondolom, hogy jó irányba mozdult el. És amire utaltam is, most már jobban látom azt, hogy mire kellene több időt fordítani, és még inkább odafigyelni. Úgyhogy ezt megpróbálom valahogy megvalósítani, hogy semminek se menjen a rovására ez a dolog, de valahol az egyensúly megteremtődjön. Tehát az sem egészséges dolog, hogy az ember a baráti kapcsolataira nem tud időt szakítani. Szerencsére talán a barátaim is ugyanilyen cipőben járnak, tehát nem hányhatjuk egymás szemére, hogy miért nincs ideje a másiknak, de azt hiszem, ezek nagyon fontos dolgok. Tehát egy baráti beszélgetés, vagy ne baráti beszélgetés, legyen az egy ismerőssel egy beszélgetés, nagyon sokat épít az emberben, nagyon sok erőt ad, és nagyon sok tapasztalatot, amit önmaga még nem szerzett meg, de hogyha megszívleli azokat a tanácsokat, akkor fel tudja használni. Én már látom, hogy nagyon sok tanácsot nem szívleltem meg, de ez csak a magánéletemre vonatkozik, mert a szakmában nem nagyon hagyom magam irányítgatni, mert ott azért tényleg a jogszabályok behatárolják a dolgokat, de sokféleképpen lehet értelmezni, és szerencsére talán van jogérzékem, és ebben nem hagyom magam irányítani, de konzultálunk, tehát azért is vagyunk ügyvédi iroda, mert segítjük egymást. De a magánélet az más, és úgy gondolom, hogy abban mindenféleképpen változtatni szeretnék.
Hogyan szeretnéd látni magad mondjuk 4 év múlva? 4 év múlva ugye egy újabb megmérettetésen már elvileg túl vagyunk. Mi az, ami, hogyha ez nem tudom, rövid távú, hosszú távú tervnek nevezhető ez a 4 év, hogy szeretnéd akkor magad látni? Én azt hiszem, hogy én hosszú távon gondolkodom, és 4 év múlva nem biztos, hogy sok változás lesz, ismerve magam. Én hosszú évekre szeretem megtervezni, hogy mit szeretnék, és szépen lassan, nem ajtóstól rohanva a házba, úgy próbálom megvalósítani a terveimet. Hát mindenféleképpen lassacskán szeretnék családot, tehát azért az egy ilyen rövid távú program, és azt gondolom, hogy alkalmas is vagyok arra, hogy ez létrejöjjön. Úgyhogy hát gyereket is szeretnék hamarosan, a szakmában pedig azt gondolom, ugyanilyen lesz a helyzet. Hát ezt most nem tudom mondani, hogy bent leszek a képviselőtestületben, mert hát ez nem rajtam múlik, hanem azon, hogy a választók mennyire lesznek megelégedve majd a munkámmal, és mennyire gondolják úgy, hogy igen, ebben a testületben szükség van rám is. És ez érdekes, hogy kevés nő van ebben a testületben, és szerintem bizony egész más, hogy tudunk kommunikálni. Tehát úgy gondolom, hogy hasznos, hogyha van nő ilyen politikai testületben, mert bizony az emberi szempontok azért egy kicsit tudják finomítani a politikai ellentéteket, és jobban meg tudjuk beszélni, én ezt tapasztalom. Tehát én a férfi képviselőkkel nagyon jól tudok kommunikálni, és nagyon jó a kapcsolatunk, és hogyha van is a politikai nézetünkben különbség, vagy az elképzelésünkben, azt normális módon meg tudjuk beszélni, és nem esünk feltétlenül egymásnak. És ez szerintem annak is köszönhető, hogy nő vagyok. És így talán gördülékenyebben mennek a dolgok. Úgyhogy én mindenféleképpen azt gondolom, ha valakinek van ilyen ambíciója és nő, akkor emiatt ne tartsa magát vissza, tehát ne gondolja azt, hogy ő nem tud érvényesülni. Hát azt hiszem, hogy ez egy remek végszó. Én csak azt tudom kívánni, hogy mindaz, amit elterveztél hosszú távon, rövid távon, teljesen mindegy, az valóra váljon. Köszönöm szépen a beszélgetést. A nézőknek köszönöm a figyelmet, tartsanak velem a legközelebb is, viszontlátásra.